A magyar és a román himnusz hangjai vezették fel a Pomusz György halálának 130. évfordulójára rendezett emlékünnepséget. Az 1818-ban Gyulán született, későbbi címzetes dandártábornok román származású volt, magyarnak vallotta magát. Magyar oldalon tiszti rangban vett részt az 1948-49-es szabadságharcban, majd annak leverése után emigrálni kényszerült. Társaival az Egyesült Államokban alapította meg New Buda települést. A polgárháborúban az északiak oldalán harcolt. Érdemei elismeréseként tábornoki rangot kapott. Később az USA szentpétervári nagykövetelet az ő nevéhez fűződik, hogy az Egyesült Államok megszerezte Alaszkát. Az ünnepségen elsőként dr. Görgényi Ernő mondott rövid beszédet. A város polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy egy gyulai román Patkoló Kovács fia beírta magát három nemzet történelmébe. Vitán felül áll, hogy olyan férfiú volt, akire három, a magyar, a román és az amerikai nemzet is büszke lehet, akinek emlékezetére ezért külön oda kell figyelnünk. A Honvédelmi Minisztérium képviseletében Süli Attila százados ismertette a tábornok életútjának fontosabb állomásait. Ügyészként dolgozott, majd saját ügyvédirodát nyitott, és itt érte 1848 a népek tavasza. Nemzetőrnek jelenkedett, az egyik gyulai nemzetőr alapulat hadnagya lett, részt vett a honvédség szervezésében, a toborzásában. A százados azt mondta, Pomusz György személye kohéziós erőt jelent, szimbóluma a békés együttélésnek. Ezután Eleni Tsakopoulos Kornelakis levelét olvasták fel. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete gratulált a város nagyszerű szülöttéhez, aki minden mércémmel mérve dicsőséggel végezte tevékenységét. Az ünnepségért háláját és nagyrabecsülését fejezte ki Gyula városának. Hasonlóképpen szólt Alexandru Viktor Mikula, Románia magyarországi nagykövete. Mint mondta, lekötelezte a gyulai polgármester meghívása. Pomuc tábornok meglátása szerint olyan személy volt, akire mindenki büszke lehet, és aki soha nem volt közömbös a világ dolgai iránt, és ha igazságtalanságot tapasztalt, mindig beavatkozott a dolgok menetébe. Erős hittel bírt, és példakép lehet a mai fiatalok számára. Pomusz György magyar, román és amerikai volt, de ezek mellett elsősorban gyulai. Ezután a Balcseszkó iskola diákjainak műsora következett, majd koszorúkat, virágokat helyeztek el Pomusz György szobránál.